Ez itt a kérdés, és benne Najman Gábor köszönti Önöket. Jó napot kívánok! Tegnapi kérdésünk úgy szólt, hogy Ön, illetve Önök szerint újra csak a jó módú a kiváltsága lesz egyetemre járni, és a betelefonálók 95%-a szerint igen, ez így lesz. Csupán az 5%-uk optimista állítván azt, hogy ez nem így lesz. De rögtön rátérek a mai kérdésre, mert hát eléggé súlyos kérdésről van szó. A 4K párt azt javasolja, hogy a legkisebb nyugdíj a létminimum értékének megfelelő 86 ezer forint, a legmagasabb ennek a duplája 172 ezer forint legyen. Egyetért ezzel a felvetéssel? Most hallgassák meg összeállításunkat. Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubszövetség és az Országos Nyugdíjszövetség elnöke. Jó napot kívánok! Hát semmiképpen nem értek egyet vele, ugyanis a nyugdíjnak az összeg az nem egy lottószám, hogy vagy így számoljuk ki, vagy úgy számoljuk ki, vagy ez lesz, vagy az lesz, hanem a nyugdíj kiszámításnak vannak szabályai. Méghozzá az is nagyon lényeges, hogy ezek stabil szabályok legyenek, hiszen a nyugdíj összegére szertenni hosszú évtizedek munkájával lehet. Tehát semmi szín alatt nem lenne jó, hogyha ilyen szabályokat állapítanának meg, mint amit a 4K fölállít, hiszen ahhoz, hogy valakinek nyugdíja legyen, először is szolgálati éveket kell szerezni. És a másik nagyon lényeges dolog, hogy a nettó kereset alapján számolják ki a nyugdíj összegét. Vagyis az, aki hosszabb szolgálati idővel rendelkezik, az, aki nagyobb összegeket fizetett be, az okkal számíthat, és jó lenne, hogyha ez így maradna, magasabb összegű nyugdíjra. Ez egy másik dolog, hogy különböző okai lehetnek annak, hogy ha valakinek alacsony összegű nyugdíja van. Ezeknek egy része független tőle. És a nyugdíjrendszerben vannak olyan elemek, szolidaristikus elemek, amik adnak arra lehetőséget, hogy a legrosszabb helyzetben lévők nyugdíját korrigálják. Jó lenne, hogyha ez a rendszer nem változna. Simonovics András közgazdász, nyugdíjszakértő. Nem értek egyet, nagyon röviden mondom. Túl magas a 86 ezer forintot nem lehet mindenkinek biztosítani, még 10 év távlatában sem, és nem lehet levágni valahol egy nyugdíjat hirtelen. Tehát ha a társadalom úgy gondolja, hogy segíteni kell a kis nyugdíjasokon, és esetleg ezt a segítséget a nagyobb nyugdíjakból fedezzék, akkor meg kell állapodni a társadalomnak, hogy 10-20 év alatt egy folyamatos rendezett áttéréssel hogyan lehetne ezt rendezni. De nem egy ilyen ötlet teljesen értelmetlen számokat elővenni, semmi értelme sincs. Ez egyetlen egy társadalom ezt nem csinál, ilyen butaságot. Balla Szabolcs, a Hajdani, az Én Nyugdíjam civil csoport képviselője. Most így átgondolva a felvetést, reális. Reálisnak látom. Ha valóban a 172 ezer a legmagasabb nyugdíj. Tehát nyilván a befizetett óriási mennyiségű pénz, illetve járulék, meg nem tudom most milyen szociális adónak hívják, amit a munkáltatók fizetnek a munkavállalók után. Tehát azért az indokolja azt, hogy egy rendes, nagyon szerény megélhetés biztosító nyugdíja legyen bárkinek. Csak hát ugye itt azért az eltartandók száma, az egy óriási nagy probléma, hogy az nő, és a befizetett járulék mennyiség viszont csökken. És ez eredményez egy uglót mindenképpen. Tehát ez egy elvi felvetésnek jó ez a két összeghatár, ne legyen 300 ezer forintos állami nyugdíja senkinek, oldja meg öngondoskodással, vagy egészítse ki öngondoskodással, de hát kérdéses, hogy egyáltalán ezt is meg lehet-e tenni majd az elkövetkezendő egy-két évtizedben. Kóros Lajos, az MSZP elnökségi tagja. Hát alapvetően nem értek egyet vele. Nagy valószínűséggel a 4K-sok nem tudják, hogy a nyugdíjnak mi a rendeltetése, mi a funkciója, és nem tudják, hogy keletkezik a nyugdíj. Kezdem azzal, hogy azt nem vitatom el, hogy nagyon sok embernek nagyon kevés a nyugdíja, viszont azt érdemes megvizsgálni, hogy ezeknek az embereknek miért kevés. Ugye a nyugdíjat az ember vásárolja. Jellemzően két dolog, ami predesztinálja a nyugdíj mértékét, az egyik a ledolgozott idő hossza, vagy ha úgy tetszik a szolgálati idő hossza, illetve az adózott jövedelemből fizetett járulék.
Na most, hogyha ha valaki, kezdem azzal, hogy hosszú időt dolgozott, és aránylag magas fizetése volt, hiszen olyan volt a beosztása, akkor ő nyilvánvalóan sok járulékot fizetett. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugdíj mértékének nyusnak lenni a ledolgozott idő hosszával és a befizetett járulék mértékével. Igaz, hogy a jelenlegi rendszerben is van egyfajta degresszió, tehát nem lehet a végtelenségig, vagy nem lehetett eleddig a végtelenségig nagy nyugdíjakat fizetni. Igaz, most a Fidesz kormány intézkedése kapcsán eltörölték a járulékplafont, abban nem gondoltak bele, hogy néhány év múlva ez ezt fogja eredményezni, hogy most ugyan járulékbevételét többlete fog keletkezni az államnak, illetve a nyugdíjkasszának, de néhány év múlva viszont járadékkifizetési többletigénye lesz azoknak az embereknek, akik borzasztó magas járulékot fizettek. Tehát nem vitatom azt el, hogy egy rendszerszerű beavatkozásra lesz szükség a kormányváltás után, de ez egy borzasztó leegyszerűsített képlet, amelyet a 4K most itt mond, hogy a KSH által mért létminimum értéke legyen az alja, és annak a duplája legyen a tetején. Tehát én ezt így nem tudom elfogadni. Köszönöm. Makai Judit, nyugdíjszakértő. Nem értek egyet ezzel a felvetéssel. Nem értek egyet azért, mert a nyugdíj az nem egy szociális ellátás, hanem biztosítási jogviszonnyal, járulékfizetéssel megalapozott váromány. Bár a jelenlegi rendszernek van szolidaritási eleme, van nyugdíjminimum, amit természetesen azzal egyetértenék, hogy emelni kell, de általában, ha egy minimumot határoznak meg, akkor mondjuk egy minimum bérnek a 70%-a vagy 60%-a, attól függ, hogy milyen helyettesítésről beszélünk. De a plafonnak a meghatározása akkor, amikor a járuléknak nincs plafonja jelen pillanatban, az teljesen a fekete gazdaság elé hajtaná az embereket, hisz nincs semmi motiváció arra nézve, hogy járulékot fizessen, ha nem kap érte ellátást. Tehát ez volt az összeállítás. Itt van Kunce Gábor még, és a telefonban Nagy András, a 4K alelnöke, aki reggel az ATV reggeli műsorában mondta ezt a javaslatot. Köszöntöm a műsorban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na mit szól ehhez, amiket az ön felvetésére válaszoltak különböző nyugdíjjal foglalkozó szakértők? Hát ha jól számoltam, akkor egyetlen úriember volt, aki nagyjából egyet értett a mi javaslatunkkal, és a többség nem értett egyet. Hát most erre mit mondjak, én továbbra is kiállok, ami... javaslatunk mellett. Nem egyetértésről. Itt nem arról volt, hogy melyik a jobb csapat, a Fradi vagy a Újpest. Itt érvek hangzottak el. Elhangzottak érvek, ugyanakkor én azt egy nagyon erős érvnek gondolom a mi elgondolásunk mellett, és ezt többen is említették, hogy van bizonyos szolidaritási elem ebben a rendszerben, ebben a nyugdíjrendszerben. Mi azt gondoljuk, hogy ez egész egyszerűen nem elég. Tehát azért mondjuk azt, hogy igazságtalan ez a rendszer, mert az egyszerűen nem működik úgy, hogy az állam, a társadalom hagyja gyakorlatilag éhen halni azokat, akik a létminimum alatt kapnak nyugdíjat. Tehát elhangzott az is, hogy van ugye most egy nyugdíjminimum, ha jól tudom, ez 30 ezer alatt van, tehát hogy az meg aztán teljesen nonsens, hogy emberek gyakorlatilag abból kénytelenek valamilyen módon megélni, vagy nem megélni. Na most mi egy olyan országot képzelünk el, egy olyan negyedik köztársaságot akarunk építeni, ami nem hagyja kihullani a társadalom tagjait, és egyszerűen gondoskodik azokról, akik mondjuk önerejükből nem tudnak magukról gondoskodni. Adott esetben ugyanúgy ledolgoztak 40 évet, csak egész egyszerűen olyan alacsony volt a fizetésük, hogy a mostani rendszerben, a mostani megjegyzem igazságtalannak tűnő nyugdíjszámítási módszer szerint nagyon alacsony nyugdíjat kapnak. Elhangzott az is, hogy túl magas ez a 86 ezer forint, ez megint csak egy olyan dolog, hogy ennyibe kerül a megélhetés ma Magyarországon, ezt nyilvánvalóan ezért vettük alapul ezt a 86 ezer forintot. Abban ugyanakkor egyetértek, hogy ez a rendszer nem csak a mi 86 ezeres javaslatunkkal együtt, a nyugdíjrendszer Magyarországon fenntarthatatlan. Azért fenntarthatatlan, mert öregszik a társadalom, ez népesedési folyamat. Igen, ez már ezerszer elhangzott, csak szerintem Kunca Gábornak is megadni a szót, aki szeretne reagálni arra is, amit ön mondott, meg az összeállításra is, meg a kérdésre is. Szóval én úgy látom, hogy
4K még jó, hogy mondta Nagy András, hogy ez a negyedik köztársaságot jelenti, mert nekem a négy kommunista jut rögtön eszembe róla. Szóval ezt nem lehet csinálni, hogy rendszerekbe füttyentek egyet, belenyúlok, és azzal mindjárt szét is verem az egészet úgy, ahogy van. Ha valaki aggódik a alacsony nyugdíjakért, akkor a költségvetésből kipótolhatja, akkor beszéljünk arról, hogy és tessék mondani, ez mennyibe kerül, honnan lesz rá pénz. Én azt rühellem a legjobban, hogy ahogy közelednek a választások, mindenki elkezd a nyugdíjasokra játszani, kerül, amibe kerül, verjünk szét mindent, nem érdekes, ígérjünk nagyokat a szerencsétleneknek, amiből egyébként majd nem lesz semmi a végén, és miközben mindenki játszik állandóan is ígérget a nyugdíjasoknak, a helyzetük meg egyre rosszabb lesz. Ezt sürgősen abba kellene hagyni, normális rendszereket felépíteni és hagyni őket működni, ezért nem kellett volna szétverni egyébként a magánnyugdíjpénztári rendszert se. Abba kellene hagyni az ilyen típusú ötletelést, ez vonatkozik egyébként Schmuck Andor pontjaira is, ugyanez a negatív véleményem van róla. Nagyon látja, ezzel történetesen sok mindenben egyetértünk, nem szabad belenyúlkálni a rendszerbe, hogyha nincs mögötte egy valamilyen elképzelés. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy darab javaslat, ami egy rendszerbe illeszkedik, nekünk van egy rendszerünk, amit kidolgoztunk. Bocs, de miért illeszkedik rendszerbe, akkor a magas jövedelműek nem fognak nyugdíjjárulékot fizetni, mert már így is a degresszió miatt lényegesen kevesebb nyugdíjat kapnak vissza, nem fognak nyugdíjjárulékot fizetni, és önnek nem lesz miből a 86 meg a 172 ezer forintot csak igazgatkozni. Ezt végig gondolta? Igen, végig gondoltam, és én azt gondolom, hogy rendszer szinten, hogyha valamit meg akarunk változtatni, akkor az főleg az lenne, hogy hogyan tudjuk felszámolni a fekete, illetve a szürke foglalkoztatást, ami aztán tudná finanszírozni az egész nyugdíjrendszer. Ja. És tulajdonképpen ez meg egy 20 éves téma egyenesen. Ez egy óriási téma, ez az egyik legnagyobb probléma a Magyarországon, ezzel valamit kezdeni kell, a 4K-nak erre van egy elképzelése, hogy hogyan tudjuk kifehéríteni a gazdaságot, egy adóamnesztiával, illetve szigorú ellenőrzéssel társítva, hogy ezt a fenntarthatatlan rendszert, ahol az emberek nem tudnak megélni, és illegalitásba kényszerülnek, ezt valamilyen módon felszámoljuk, hogyha tudunk. Elnézést, hogy itt a szavába vágok, ez nem egy vitaműsor, ez csak így alakult most, hogy vitává alakult, de a vita egyetlen egy kérdésre összpontosodik, mégpedig az önök által feldobott kérdésre, és itt el is kell, hogy köszönjek öntől is, meg Kunce Gábortól is, mert hogy mindjárt jön a déli krónikánk, tehát a kérdés meg kell, hogy ismételjem a hallgatóknak, akik döntsenek, hogy értékelik ezt igennel vagy nemmel, mit szólnak ehhez. Tehát a kérdés úgy szól, hogy a 4K párt azt javasolta, illetve javasolja, hogy a legkisebb nyugdíj a létminimum értékének megfelelő 86 ezer forint. A legmagasabb, ennek a duplája 172 ezer forint legyen. Egyetértenek ezzel a felvetéssel? Ha véleményüket szeretnék megosztani velünk, hívják a 0691-334-001-es telefonszámot. Ezzel a hívással minket, a Klubrádiót is támogatják.